Egyelőre szárazon folytatják a felkészülést a szezonra a Dunaújárosi acélbikák korongozói. A csapat tagjai a visszajelzések alapján kiváló hangulatban várják a bajnoki küzdelmeket, amely az elmúlt időszak szakmai változásait és erősítéseit követően nem is meglepő. Stábunknak lehetősége volt beszélgetni a Dunaújárosba visszatérő Varga Arnoldal, aki örömmel folytatja a pályafutását a számára már jól ismert klub színeiben. Beszélgettem sokat a Revával a nyáron, és egy nagyon jó ajánlatot adtak és azt gondoltam, hogy világéletemben szerettem volna itt játszani. Én voltam gyerekként itt kint a csarnokban, amikor a lelátón is emberek álltak, és vissza szeretném hozni azt a hangulatot. Én azt gondolom, hogy most a vezetőség azonban, hogy újra tündököljön a jégkorong a városban. Nagyon jó irányban haladunk ezáltal, és, és, minden játékos meg fogja a magáit tenni ez a játékos arról is beszélt, hogy Niko Eronen vezetőedző mind a csapatnak, mind pedig az egyéneknek pontos edzéstervet állított össze. Ő magának is olyan gyakorlatokat kellett végeznie, amelyek mindenképpen hasznosak lesznek számára a bajnoki rajt előtt. Amikor aláírtam, utána fel is vettük a kapcsolatot, beszéltünk telefonon, és egy, egy ilyen külön ilyen egyéni edzéstervet küldött, rengeteg száraz munkával, meg nyújtással. Ő, egyénileg kellett ugye mindenkinek ezt végezni, és akkor a, az első két nap volt egy teszünk és felmérte, hogy ki mit csinált. Varga Arnold kiemelte, a két hetes száraz felkészülés célja elsősorban a csapatkohézió, illetve a fizikai készségek fejlesztése. Emellett abban is bízik, hogy bár sok új játékosan vágnak ki a szezonnak, az Egyesület veteránjai mindenben segítik majd a fiatal bikákat. Azt gondolom talán, hogy a csapatkohézió meglegyen. Tehát ö, biztos vagyok benne, hogy ö, nem lesznek ilyen olyan egyének, akik nem illenének bele a csapatba, mert arra törekszünk, hogy mindenki megtalálja a saját helyét. És talán ez a legfontosabb, hogy, hogy csapat legyünk. Az interjú végén Vargarnold Arnold a szezonbili elvárásokkal kapcsolatban azt mondta: Egy ilyen kiegyenlített mezőnyben esélyesek a rájátszás elérésére, sőt, ha minden jól megy, azon túl is kiválóan tudnak majd teljesíteni. A játékosok minden esetre ezért is keményen dolgoznak.